Mély és logikai verseny, sportolj velünk, új pontrendszert vezetett be a rendőrség. Jó estét kívánok! Önök a nagyhírsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 12-én 18 óra 5 perckor. A méhész logikai versenyen egy méhecske célba juttatása volt a feladat. Itt ért el szép sikert Dávid Adél Angéla, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola diákja. A versenyben voltak nehezebb és könnyebb feladatok, amikor a méhecskének meg kellett találni a legegyszerűbb utat. Lényegében könnyű volt, csak hát voltak nehezebbek és könnyebbek. Az utolsó például egy eléggé könnyű volt. Nehéz volt ennek a méhecskének megtalálni, hogy a legegyszerűbb célba jutnia? Hát nem annyira, csak a szöveget kellett jól értelmezni, és akkor könnyű volt. De akkor ezek szerint ehhez jól kell tudni olvasni is? Hát igen, mert hogy ha nem értelmezzük a szöveget normálisan, akkor nem lehet. Meg voltak olyanok is, hogy volt középen egy ilyen, volt középen egy elválasztó vonal, és az egyik oldalon az egyik méhecske, másikon másik, és úgy kellett megcsinálni, hogy tükörképben mozogtak. Egyébként szereted ezt az ilyen jellegű kihívásokat? Hát igen, eléggé tetszett. Majd jövőre is jelentkezek rá, hogyha lehet. Akkor ezek szerint kedvet kaptál. Azt remélted, hogy ilyen szép eredményt érsz el? Nem. Én nem gondoltam, hogy elérem a maximális pontszámot. Mivel többfordulós verseny egy része az online oktatásban zajlott, tanára Szilágyi Péter mellett édesanyja segített neki, megmutatta a feladatot, és ha rossz volt, arra kérte javítsa ki. Anya segített benne, de hát nem úgy, hogy teljesen ott ült mellettem, hanem... Nem, hogyha elakadtál, akkor kérdezhettél tőle? Hát nem, hanem úgy, hogy beültem a szobámba, megcsináltam, és anya utána odaadtam, hogy nézze meg, és ha volt benne hiba, mondta, hogy javítsd ki. Én átgondoltam, és utána jó volt. Milyen versenyeken indultál már eddig? Hát kosárlabdázok, azon is volt pár mérkőzés, meg a modern táncot is nagyon kedvelem, arra már elég régóta járok, és nagyon szeretem. Azon is nyertünk a csapattal sok versenyt. Kedvence a testnevelés és az úszás, szeret barátnőivel is játszani. Évvégén a bizonyítványban matekból 5-ös lett, az olvasás és a nyelvtan kicsit sántít, ahogy fogalmazott, de a többi tárgy jól ment neki. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Sportolj Velünk családi délutánra hívta az óvodásokat és szüleiket az Akácsliget fürdőbe. Szepesi Tibor polgármester köszöntőjében elmondta, a Karcagi Sport Egyesületben több olyan jeles sportoló van, akik óvodásként egy ugyanilyen sporták bemutató délutánon kedvelték meg az adott sportágat, melyen már akár egyéniben vagy csapatban országos bajnokok is lettek. Az nagy öröm, hogy az elmúlt 4 évben is azok az óvodások, akik itt ismerkedtek meg a sportág alapjaival, itt láttak először birkózást, itt láttak először röplabdát, nehogy Isten tollaslabdát, azok ma már aktív tagjai a sportegyesületnek. Én remélem, hogy ma is lesznek olyan fiatalok, akik a későbbiekben majd a sportegyesület tagjaként országos, nemzetközi versenyeken fogják Karcag hírnevét öregbíteni. Gulyás Ferencné intézményvezető elmondta, pályázati forrásból valósulhat meg ez a délután, amelynek keretében a korábban meghirdetett rajzverseny díjait is átadják. A programon részt vettek az óvodában mozzajló 4 tehetséggondozó tábor gyermekei is. Sportolj velünk családi sport délután rendezvényünk kerül a mai napon megszervezésre. 5. alkalommal hirdettük meg ezt a programot. Ebben az évben terveztük, hát a járványügyi helyzet az eddig nem tette lehetővé, így most a nyár kellős közepén, de azt gondoljuk, hogy egy igazi strandidőbe kerül sor a program megszervezésére, amelyet a Karcagváros helyi közösségéért csoport hirdetett meg. És ezen a pályázaton az intézményünk 1 millió forint támogatást nyert, amely keretében bemutatásra kerülnek a Karcagon működő sportszakosztályok
programjai. Itt a sportolók, az edzők bemutatót tartanak, amelyet az óvodás gyermekek, kisiskolás gyermekek kipróbálhatnak. Lehetőségük adódik arra, hogy megismerkedjenek, megkedveljenek egy-egy sportágat, amit majd később akár komolyabban is művelni fognak. A program részeként dr. Vas Éva csecsemő gyermekgyógyász szakorvos egészségügyi szűrővizsgálatokat végzett a gyermekek részére, és tanácsokkal látta el a szülőket. A mai napon sor kerül dr. Vas Éva gyermekorvos előadására a helyes életmód, egészséges táplálkozás témában, ezt követően pedig a gyermekek részére szűrővizsgálatot fog tartani, hiszen nagyon fontos az is, hogy már a legkisebb gyermekeknél kiszűrjék ott, ahol esetleg ortopédiai elváltozásokra utaló jelek vannak. Eközben a kemping területén és az uszodában asztali tenisz, kerékpár, labdarúgás, röplabda, úszás, birkózás, kézilabda bemutatása zajlott. Bemutatkoznak a birkózó szakosztály, asztali tenisz szakosztály, a Nagykun Református Gimnáziumnak a röplabda csapata, kézilabdások fognak bemutatkozni, lehetőség lesz úszás bemutatására és kipróbálására. Kerékpárral is jöttek, kerékpározásra is lesz lehetőség. A kerékpározást a környezeti táborunk, a kerékpáros táborunk lakói fogják ma megmutatni, bemutatni, és természetesen a futball alapjaival is ismerkedhetnek itt a mai napon az óvodások, illetve a kosárlabda szakosztály is bemutatkozik. A szakosztályok sportolói, edzői mutatták be az adott sportágakat, amelyet aztán ki is próbálhattak az óvodások és a szüleik. Vannak olyan kisiskolások, akik bizony már országos megmérettetéseken nagyon komoly eredményeket, országos bajnokságokat is nyertek, hiszen óvodáskorukban megismerték a birkózás alapjait, és ezt továbbvitték, és versenyeken indultak, és bekerültek a nagyon eredményes sportolók közé, illetve a csapatoknál is vannak, a csapatsportoknál is, kézilabdába, röplabdába, futballba, olyan kisgyermek, aki már óvodáskorában elkezdi a sportot versenyszerűen, vagy akár az edzésekre jár, és későbbiekben pedig nagyon komoly sportsikereket tudnak elérni. Úgy tűnik, a rendőrség is lát fantáziát az egyes üzletláncok, hálózatok által már sok éve sikeresen alkalmazott hűségkártya és pontrendszernek. Hamarosan elérhető lesz az a kifejezetten az ORFK, azaz az Országos Baleset Megelőzési Bizottság számára fejlesztett applikáció, melynek segítségével jutalompontokat gyűjthetnek azok az autósok, akik egy-egy útszakaszon betartják az érvényes sebesség határokat. Immár 20 éves a közúti közlekedési előéleti pontrendszer, ami lényegében egy büntetőpontrendszer, így is emlegetik az autósok. Különböző szabálysértésekért a jogszabályban meghatározott számú pont jár, és aki eléri a 18-at, annak ideiglenesen bevonják a jogosítványát. Épp itt volt az ideje, hogy a rendőrség ne csak büntessen, juttalmazzon is a közlekedés biztonság érdekében. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel ellentétben a várhatóan augusztus első napjaiban induló OBB Point felhasználói akkor kapnak pontokat, ha szabályosan közlekednek. Ismereteink szerint ez a világon az első sebesség alapon működő hűségpontrendszer. A rendőrség hamarosan megjelenő applikációja folyamatosan figyeli azoknak a járműveknek a sebességét, amelyekben bekapcsolták az OBB pointot, és a vizsgált szakaszon a sofőr nem lépte túl a sebességhatárt, megkapja a jutalompontjait. A szoftver modern és kellőképpen intelligens. Minden szakaszon pontosan tudja, hogy mekkora a megengedett maximális sebesség, ahogy azt is, hogy hol vannak időszakos korlátozások. Nem tekinti szabálysértésnek az applikáció, ha valaki rövid ideig, például előzéshez az ajánlottnál nagyobb mértékben lépi túl a megengedett maximális sebességet. Feltéve persze, hogy az előzés befejezése után a sofőr visszalassít a megengedett sebesség határra. Az OBB Point hamarosan letölthető lesz Android és iOS változatban is. Egy gyors regisztráció után csupán egy felhasználó név és e-mail cím kell hozzá, már is futtatható. A program ettől kezdve automatikusan figyel, és a benne rögzített útszakaszok sikeres teljesítéséért pontokat ír jóvá annak, aki regisztrál. Az ORFK Országos Baleset Megelőzés
Nemzetközi Bizottság titkárától kapott tájékoztatás szerint azonban nem csak a felnőttek gyűjthetnek pontokat az UBB Point alkalmazással, hanem az autóban utazó gyerekek vagy a sofőr mellett utazó másik felnőtt is. A rendszert úgy tervezték meg, hogy egy autón belül két telefonon futtatható, az párhuzamosan. Berzai Zsolt alezredes elmondta, hogy a még formálódó elképzeléseik szerint az UBB Pointokat a későbbiekben különböző üzletekben, shopokban és szolgáltatóknál lehet majd beváltani. Ez azt jelenti, hogy a gyűjtött pontokért kedvezményt vagy ajándékot kap a regisztrált közlekedő. Sok minden még attól is függ, hogy a programot támogató szponzorok milyen kedvezményeket, jutalmakat, ajándékokat ajánlanak fel. A gyerekek pedig az applikáció számukra kialakított programját használva különböző rendőrfigurákat, közlekedési rendőröket, kommandósokat, nyomozókat építhetnek fel, öltöztethetik őket, speciális eszközökkel szerelhetik fel őket, aszerint, hogy hány pontot sikerül gyűjteniük, azaz, hogy azok a felnőttek, akiknek a kocsijában utaztak, mennyire vezettek szabályosan. Az ORFK OBB reménye szerint az efféle számítógépes játékok iránt amúgy is nyitott. Azok a szívesen játszó gyerekek alkalmasin majd felhívják a felnőttek figyelmét a szabályok betartásának fontosságára, mert az már nem csak biztonságot jelenthet az autóban ülők és persze más közlekedők számára, hanem hasznos is, még ha az csak egy számítógépes játékban elérhető siker, vagy egy kávé erejéig is elég egy benzinkútnál. Azonban a felnőttek is versenyezhetnek, és Berzai Zsolt ígérete szerint időben a tét is egyre nőhet. Az ORFK OBB tervei szerint a szabályos közlekedéssel elért pontjaik alapján a regisztrált játékosok rendfokozatokat kapnak, és az azonos rendfokozatúak között a későbbiekben majd külön ajándékokat sorsolnak ki. Ebben a játékban már akár értékes telefont, vagy akár egy autót is lehet majd nyerni a későbbiekben. Persze okkal és joggal vetődik fel a kérdés, hogy a rendőrség vajon valóban csak az figyeli majd az applikáción keresztül, hogy betartják-e a sebességhatárt az applikációt használó autósok. Nem kellett tartaniuk attól, hogy ha valaki gyorsabban autózik a megengedetnél, akkor kedvezményre jogosító pontok helyett bírságcsekket kapnak. Berzai azt mondta, nem. És ha lenne is ilyen szándék, mint ahogy nincs, ez sem az applikáció, sem meg a rendszer nem lenne alkalmas erre. Először is a felhasználói név bármi lehet, nincsenek megkötések, ahogy az e-mail cím is lehet olyan, amit csak a játék kedvéért készítettek, és másra nem is használnak, ha valaki így érzi biztonságban magát. Az applikáció nincs autóhoz kötve, és bármikor kikapcsolható. Attól kezdve senki nem látja, hogy hol van a telefon, igaz, szabályos közlekedés esetén jutalompontokat sem kap a játékos. Berzai Zsolt mindezekhez hozzátette. Annak nincs semmiféle jogi akadálya, hogy az applikáció alapján jutalmazzák azokat, akik a szoftvert amúgy nagy mérési pontosság alapján szabályosan közlekedtek. Azonban sem a már említett lényegében anonimitást biztosító regisztráció miatt, sem pedig jogi szempontból nem alkalmas az applikáció arra, hogy bírság kiszabására használják. Például a Dömperes Frici felhasználói név és a dfrici@dfrici.hu e-mail cím alapján amúgy is kilátástalan lenne azonosítani valakit. Nem beszélve arról, hogy az applikáció nem egy hitelesített sebességmérő eszköz, az általa szolgáltatott adatok alapján nem lehet bírságot kiszabni. Berzai ugyanakkor nem zárta ki, hogy azokat az útszakaszokat, ahol az app szerint még azok is gyakran túllépik a megengedett sebességet, akik amúgy szabályosan közlekednek, a rendőrség felveszi a sebességmérésre javasolt útszakaszok közé, ahogy annak is utána fognak járni, ha valahol a nagy forgalom ellenére senki, vagy csak gyanúsan kevesen használják majd az applikációt, avagy épp azon a szakaszon kapcsolják ki tömegesen azt. Az ORFK OBB titkára azt mondja, a játékkal nyerhető kisebb-nagyobb kedvezményekkel és ajándékokkal azokat szeretnék jutalmazni, akik komolyan veszik és tesznek is a szervezet szlogenjének tartalommal való megtöltésért, azaz, hogy mindenki hazaérjen, áll a Karcag TV-hez eljuttatott közleményben. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!